Esetleg Bocskor, egy újabb fejezete ma este. A ma esti műsorban szó lesz többek között Rózsa Gyuri és Kylie Minogue titkos liazonjáról. Aztán a zéró toleranciáról fogunk beszélni Szalai Ádám története kapcsán. Szász Marci, a volt zseni, ma nem érzi magát annyira zseninek, hogy miért. Erről is, és majd párkapcsolati titkokról is. Hargitai Beával. Ável Anitával. Csonka Bandival. És Kárász Robival. Jaj, ami drága Robink, rég voltál. Örülünk, hogy újra köztünk. De nagyon sokat kellett ezért dolgoznom. Hogy igen, dolgoztál? Meg. Én fizettem egy csomó pénzt azért, hogy ma itt lehessen. De sikerült elkésned? Hát azért késtem el, elmondom nektek, mert én nagy motoros vagyok. És elszámoltam magam, mert túl hideg volt ahhoz, hogy az egész napot végig motorozzam, és kellett egy fél napot végig motoroztál, jégcsapok. Nem, mert ebben a korban ma az ízületek, meg már tudod. Igen. Ha nem tud, úgy ebben fog. A korban már az ízületeidet se érzed, édesem. De egyébként, akár hiszitek, akár nem, ez Robinak a nagy tragédiája, mármint a születésnapja, mert hogy most van. És igen, ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta a Robi, hogy kisebb depresszióba zuhantam egy-két hónapja, kicsit úgy élem meg ezt az ötvenet, mintha vége lenne az életemnek. Tényleg? Annyi korrekció, hogy... Kussoljál már, de tényleg, te mennyi vagy? Én vagyok a korelnök, vagy nem? Nem, én, te 54 vagy, nem? Igen, én 55. Köszönöm Isten! Látod, Robi, jól érezheted magad, de azért ezt nem hagyjuk, mert próbáljuk fokozni a sokkodat, és fel szeretnénk köszönteni. Boldog születésnapot, Robi! Nézz oda! Igen. Hát de kedvesek vagytok! Akartuk, hogy lásd, milyen 50 gyertya egyben. De hát nyilvánvalóan az ATV kitűnő tűzszerészei felhívták a figyelmünket arra, hogy egyszerre 50-et nem gyújthatunk meg. De ez 50 gyertya. Boldog szülinapot, Robi! Köszönöm. Semmit. Így van. Ez az első standing ovation a hashtag bocskorban. Addig takarnak ki, de higgadjál le te is egy picit. Engedd meg, hogy örüljek legalább fél percig, a többit úgyis ki fogják vágni. Igen? Hogy... Ne örüljél, nincs minek, 50 vagy. De ne... Fekete lukik. Nagyon kedvesek vagytok, mert ugye az 50-et egyébként úgy kellene, egy szuszra kellene állítólag elfújni, ugye az összes gyertyát. De így legalább, hogy egy van, ez könnyen fog menni. És ugye azt szokták mondani, hogy kell kívánni előtte valamit, ugye? Ez nem mondjuk ki hangosan, hogy mit kívánunk, de kíván valamit az ember, mondjuk kívántam, és akkor elfújom, jó? Jó. Veszel? Dehogy. Ő vesz? Jó. Csak azért ne kell még egyszer felvenni, hogy elfújom. Hát azért, mert szerintem akik egyébként már idáig eljutottak, sok olyan emberrel beszéltem, és mindenkit egy kicsit megviselt az, amikor beléptek az 50-be. Mert azt mondták, hogy utána, hát akkor ezt te tudod, meg te is, hogy... Tehát, hogy engem utána... minden kerek megviselt, hagyjál békén. Hogy ott is megviselt, amikor 10 lett. Ez az. Sőt, az első a születésem volt. Amikor... Na de figyelj, terjesszük akkor el, hogy te 60 vagy, és ahhoz képest jól nézel ki. Azzal nyugtatom magam, amit a haverjai mondtak, akik 50 pluszosok. Én most benne vagyok tényleg ebben már a reklám... reklám benne vagy még? Benne vagy, az összes prosztata gyógyszer a tiéd. Azt mondták, hogy az 50 az új 40. Ezt mondták.
Mit mondanak? Na jó, mindegy. Mondanak, mindegy. A 60 meg az új 70 állítólag. Ja, nem, ez a depresszió, hát nyilván akinek ilyen rendezetlen az életem, mint a tiéd, de akár az egyik. Annak a rendezet azért... nem igaz, nekem nagyon rendezett az életem, hát mert jó, nincs senki. Robogó. Tehát abban a rendezettség ugyanúgy megvan, de nem? De most azt élményeket kell gyűjtened. Most én jó. Azt gondolom, hogy egyébként tárgyakat nem veszünk neked, én élményeket akarok adni. Hát én nem is akartam semmit. Én azt gondoltam... Jó, mondjuk Anita tényleg nem olyan, hogy adna bármit. Én befizetlek téged egy ilyen erdei sétára egy kerületi nyugdíjas klubba. Vagy egy szenior, argentin tangó tanfolyam, azt is elvégezheted még. És lehet, hogy találkozol az igazival. Általában ott szoktok így. Elmész, és akkor te is a magányos abszolút. Ember. Abszolút, tök jó. És igen, egy szalszaklóba. Mert most közelebb mondjuk vagy a Gábor egy éve jár, és semmi, de... Akkor a szalszás vagyok, olyan... Nyugdíjas. Az Az arcodon most látom, hogy nem esik jól. Ez az egész, nem mi, tehát mi nyilván jól esünk neked, de az, tehát látom, hogy ez tényleg megvisel. De tényleg, egyébként, és még annyit hozzáteszek, hogy amikor megírták ezt a cikket, és elküldték javításra... Még cikket is írtak arra, hogy 50 ezt? Hát igen. Ilyen gyásztávirat. Jó. Akkor... Azért ott vannak fekete lufik is, csak mondom. Igen. Csak fekete van. És akkor mondtam a szerkesztőknek, hogy inkább úgy módosítsuk a címet, hogy ne az legyen, hogy Kárász depresszióba esett, hanem hogy kisebb, tehát hogy kicsit mérsékeljük azt, vagy tompítsuk ezt a dolgot. Hát ezt képest azt mondtad, mintha vége lenne az életemnek. Tehát ez azért ennél nagyobb depresszió nem tud lenni. Mi volt az eredeti szöveg? Most léptem vissza a párkányról, vagy mi? Amiből ez lett, ez a finomított. Igen, ez a finomított. Neked nem volt semmi problémád, amikor pont nekem is problémám általában, és konkrétan se. De most figyelj, ne hasonlíts már magad a Bandihoz, vagy az ő érzéséhez, mert az egész élet egy aggodalom. Tehát, ő nem tud bocsás, úgy felkelni, a Kárász ünnepéig, hagyjatok békén. Jó, csak kérdezte, hogy neked van egy fényen. Kösz***j az Ábel Anitánál, ez az ünneplés. Mindig a pozitív oldalát kell nézni az életnek. Jól nézel ki, még fel tudsz ülni a motorra, biztos, hogy lesz egy párkapcsolatod. Fel tudsz állni a senior klubban. De nem, szóval hát nem kell leírni magad. Oda menjek el, mert oda vagyok való. A de miért gondolod, hogy az... De figyelj, nem, ez egy hülyeség, és most tényleg komolyan mondom, ne legyél depressziós. Jó. Mert jól nézel ki, van munkád, egészséges vagy, reméljük. Na, Anita, ilyen szavakat tőled? De nem, majd ez egyébként. Majd jön a szerelem is, ha nem, akkor meg lehet venni. Hiszen van munkád, és jól keresel. Igen. Gyere, ez a lépésem, ott ismerkedhetsz. Na, a zéró toleranciáról beszéljünk egy picit, mert ha belegondoltok, gyakorlatilag itt az EU csatlakozás óta nem történt semmi, főleg a volt KGST országokban, és arról beszéljünk egy picit, hogy ez most egy ilyen KGST-s relikvia, hogy nálunk nulla tolerancia van alkoholfogyasztást illetően, hogyha vezetünk, hogy ez így rendben van-e, vagy az EU-s jogharmonizáció kapcsán nekünk is kéne nyitni. Elmondom a történetet hozzá, Szalai Ádám focistáról van szó, aki a következőt posztolta a Facebookon. Idézném, a szabad hétvégémet a családdal, barátokkal töltöttem, az esti vacsora után elindultam haza egy a városban is bérelhető elektromos robogóval. Sajnos azt nem vettem figyelembe, hogy otthon, mert ugye ő Mainzban focizik Németországban, otthon nulla tolerancia van, ezért egy pohár bor, amit elfogyasztottam, jelzett a szondán. Ilyen csekély mértéknél pénzbírságot kap az ember, amit természetesen elfogadtam, hibámat pedig megbántam, sajnálom. Számomra meglepő, hogy az igazoltatás információja miként derülhet ki. Hogyan derülnek ki rendőrségi információk az egy napja történt ügyről, ami eljárást sem eredményez. Tehát, hogy itt ez nagyon-nagyon sok témát vet fel. Egyrészt nyilván az elektromos robogók kérdésköre, hogy arra most kelljen, ne kelljen, miért kell egyáltalán jogosítvány. Kettő a zéró tolerancia, három a rendőrségre, hogy kerülnek ki ezek az ügyek. Nézzük ezt a robogót, te robogózol, ugye? Te elektromos igen, vagy? Igen. Nem, rendes, én 400 köpcentis robogóval járok. Mert hogy ezek az elektromos robogók nagyon elterjedtek, és ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, a szabályozás úgy van, hogy 300 watt alatti és 25 km/órás sebességig nem kell hozzá jogosítvány, onnantól viszont kell felelősségbiztosítás és jogosítvány. Hogy milyen motoron motorozott Szalai Ádám, azt nem tudom, de alapvetően szerintetek egy elektromos robogóval, ami megy, mit tudom, 30-40-nel, nem ihatsz meg egy pohár bort?
Ez most csak a... Hát megihatsz, de attól függ, hogy mi a szabály. Hogyha az a szabály, hogy nem ihatsz, akkor ne így el. De ez most szerintem szabályon kívül, én mindig, amióta vezetek, 17 éves korom óta vezetek, azóta van jogosítványom, soha az életben nem ültem be akkor sem, ha csak belekortyoltam egy alkoholba. Uh-huh. És nem azért, mert el tudok vezetni egy pohárral, még két pohárral is el tudok vezetni egy autót, hanem azért, mert hogyha valaki kilép elém, nem az én hibámból, de elütöm, egyrészt az meghal, akkor én azzal hogy élek? Másrészt én kerülök börtönbe, és most ugye azért van egy gyerekem, akit szeretnék felnevelni, tehát ez szerintem ez mindenki a saját lelkiismerete, azon kívül, hogy persze igaz, legyenek igaz, szabályok, igaz, de nem, most én itthon, nem ugye egy zéró de legyen zéró. De úgyis elég léphet valaki, hogy nem ittál. Tehát, így van, hogy... de akkor nem kerülök börtönbe. Tehát akkor automatikusan börtönbe függ, hogyha túllépted csak hárommal is. De nem léphet. Tegyük föl, hogy szabályosan közlekedsz, és mondjuk... De most az itthonról beszélünk, hogy ez jó-e, hogy zéró tolerancia. Igen, mert külföldön azért ez például... Így van, itt van egy európai térkép, és hogyha így megnézitek, tehát Magyarország, Szlovákia, Csehország, Románia, ezek teljesen zéró toleranciával bírnak törvényileg. A többi régióban általában 0,5 ezrelék, itt lehet látni. Angliában 0,8 ezrelék. Az alkoholszint, ami engedélyezett, tehát itt látjuk ezt a vörös sávot, ami tényleg ez a volt kelet-európai országok. De várjál, azt tudjuk, hogy mondjuk a 0,7 vagy a 0,07 vagy a 0,08, az mekkora alkoholmennyiségnek felel meg? Egy pohár bor, egy pohár sör? Ezen azért nem érdemes vitatkozni, mert ez attól is függ, hogy mennyi a testsúlyod, testmagasságod, mit tettél előtte, stb. Lényeg, de általában durván egy pohár bor. Egy pohár bor. Tehát ez ami engedélyezett a legtöbb hát országban. Nem pohár vodka. Nem, nem csak az... Melyik alkoholról van szó? Azt gondolom, hogy ezt meghatározni elég nehéz, mert mondjuk azért is tudjátok, hogy egy pohár bornak is egészen más hatásai lehetnek, hogyha te mondjuk fáradtabb vagy, hogyha nem ettél semmit, tehát más reakció képességeid lesznek a vezetés közben egy pohár bortól is, hogyha éppen egy olyan stresszesebb, fáradtabb, enerváltabb állapotban vagy. Szerintem ezt nem lehet meghatározni most akkor. Ezt nehéz meghatározni, de látod, a nyugat-európai országokban ez belefér. Kérdés az, hogy akkor te továbbra is az zéró tolerancia hát mellett gondolom, vagy. Én azt gondolom, én most nem, ezzel nem az államot ítélem el, de azt gondolom, hogy ez mégiscsak egy praktikusabb helyzet így, mert akkor kijelentjük, hogy aki vezet, aki a közúti forgalomban részt vesz, és felelősséget vállal magáért és másokért, az ne igyon alkoholt egyáltalán. Vannak, azt hiszem, hogy van olyan uniós ország, ahol ezt úgy működtetik, hogy ihatsz, mint ahogy itt is ugye a táblázat vagy az ábra mutatja, de azzal a kockázattal és felelősségvállalással, ha viszont miattad egy baleset történik, akkor, tehát hogy ez súlyos bittya ez, maga... Ez abszolút így van. Én pont a német szabályoknak néztem utána, ott 0,5 ezrelék az engedélyezett, de ha már 0,3-mal okozol balesetet, akkor azért... Komoly büntetés jár és eljárás. De önmagában, ha igazoltatnak és megfújatják, akkor nem, jó, akkor tovább engednek. Egy robogóról beszélünk, ami 30-al tud menni. Tehát, hogy nyilván nem egy autóról. Én egyébként azt mondom, hogy szerintem egy felnőtt, értelmes ember, ha ebédnél megiszik egy pohár bolt, az még ugyanúgy be tud ülni az autóba. Tehát itt nem egy mennyiségről van szó, hogy egy buliba szétcsapva beülünk, nyilván pontosan. Nem. Én ezt gondolom. Ha már itt, akkor Magyarország ugye van közúti ellenőrzés, tehát mindenért megbüntetnek, ha éppen nem tetszik. Külföldön ilyen nincs, hogy téged így leállítanak, csak akkor, ha így mész. Tehát akkor itt is elkezdhetjük, hogyha neked a lámpakészletből éppen akkor hiányzik a nem tudom mi, akkor rögtön pénzbírságot kapsz mindenért. És kérdezem én, hány olyan autós megy az utakon, akik gyógyszert szednek, nem tudni milyen hatással van rá. Most elnézést kérek az idősebbektől, és akinek nem ingene vegye magára, de egyáltalán nem tudják fölvenni a városi forgalmat, az számomra sokkal veszélyesebb. Vagy azok, akik úgy közlekednek Balatonra lefele, hogy a belső sávban előznek 100-zal, és úgy marad. Az azért van, hogy ott menjenek az autók, a külső sáv pedig azért, hogy aki tötymörögni akar, ugye, Pandikám? De ilyen vagy az egyszer, hogy maradjál már, sosem volt így. Azok menjenek ott. Tudtam, hogy belekeverszem. Mennyivel veszélyesebb? Tehát, hogy a jogosítvány... Én teljesen egyetértek Anitával. Tehát, hogyha ezek a nyugat-európai országok tudnak ezzel élni, a baleseti statisztikájuk nem magasabb a miénknél, akkor lehet-e ezt nálunk is engedélyezni, ez a kérdés? Illetve van-e értelme az egy pohár bornak? Tehát én például egy pohár bor, az nekem nem bor.
Akkor így egy üveggel. De figyelj, de nem. Például ugye az én párom olasz, mikor kim voltunk augusztusban a családnál, ott például az egy hagyomány, hogy ők egy pohár bort megisznak az ebédhez. Tehát amikor mondják, hogy megyünk vezetni, de akkor ígyunk meg egy pohárba. Nem, az ebédhez, mert hogy az ott egy ilyen, nem tudom. Nyilván ez magyarként nekem is furcsa, mert ha már iszom, igyok rendesen. Ugye? Egy pohár minek. De egy pohár minek, de így van. De a nagymamától kezdve mindenki, tehát hogy ők ezt szeretik. Igaz-e az az állítás, amit szoktak mondani ilyenkor, amikor az újra és újra felmerül, hogy de mi magyarok nem tudjuk megállni. Tehát persze egy német, igaz. Egy osztrák, egy angol, nem tudom, az megáll egy pohár bornál. Nem tudom, nem kontrollálod magadat, hogy na egy pohár, és akkor most. Tehát nem, abban a lendületben, amiben vagy egy étkezés közben nem nézed. Tehát a magyar lendületes ivászatilag. Hát igen, tehát miért állna meg? Azért áll meg, mert vezetni fogok. Igen. Na de ha már vezet, akkor az, na talán még belefér még egy fél pohárka, talán még azt nem mutatja ki, talán még ez, talán még az, és akkor így haladunk előre. Hát ez nem igen, de ne felejtsd el, hogy az emberek olyanok, mint a gyerekek, ha valamit nagyon tiltasz, akkor... Direkt csinálják? Persze, hát azért nézd meg, hányszor van az, hogy mondjuk vegyük húsvét. Ugye húsvétkor már előre elmondják, hogy országos razziák lesznek, tényleg minden nagyon figyelnek. Mégis mindenki beül a pálinkával, a nem tudom mivel, és történnek a balesetek. Pedig tudják előre, hogy abban a három napban igazoltatások vannak, ellenőrzések vannak, de mégis beülnek. Ezért ne igyon. Ezért ne igyon. Jó, akkor itt van például az, hogy mégiscsak az EU-ban vagyunk. Tehát egy EU állampolgár gyakorlatilag az egyik országban simán csinálhat valamit, ami a másik EU-s tagországban büntetendő. Tehát például, hogyha most, nem tudom, a Robi amszterdami hétvégén elszív egy spanglit. Micsoda? Mondom. Tegyük fel. De miért engem emelsz itt ki? Most már rúgják ki a hámból. Aki most kapcsolva a tévét, az csak ezt hallja. Igen. Tegyük fel. Ez biztos benne lesz a promóba, te hülye. Majd ezt fogják. Persze. Persze. Címlapot adj magadnak. De már volt egy, hogy depressziós vagyok. Mindegy. Tehát vágjátok ki, ja, tegyük fel. Tehát tegyük fel, az nem kell, onnan kezd, hogy... Igen. Mondjuk elkövetél egy ilyet, ahol de abban mi? Az országban, nem követél el semmit, ja. Abban az országban ez teljesen legális. Majd 4 héttel később megpisiltet egy rendőr valahol, és... Robika, hallottuk, hogy depressziós, pisiljen már egy picit. Valami származékot mutat ki az eredmény. Ez kimutatja? De nem, egy hónap múlva? Több héten keresztül még nem kimutatja. De nem befolyásolja a vezetői képességedet, nem befolyásolja. Értem eddig. De gyakorlatilag akkor egy olyan helyzetbe kerülhetsz emiatt. Várj, hogy te... kell ilyen elterelésre. Most, hogyha vége lesz ennek a műsornak, akkor menjek el? Nem. Hát abban az esetben, ha egy nem, elterelésre akar menni egyből. Igen. De, hogy rendben van-e ez? Rendben van-e ez, hogy gyakorlatilag... meg és így lettem drogos. Láttad, hogy ma miről kéne beszélni? Ez nem is volt bent az adásmenetben. De mi megkaptuk, csak te nem kaptad meg. Ja. Ez így lett kitalálva. Köszi. Szóval köszi. Rendben van-e az, hogy a fogdából nekünk kell majd a Robit kihozni? Pedig ő a holland törvények szerint cselekedett. Már 50 éves. És 50 éves és depressziós. Tehát tulajdonképpen 5 perc alatt meg... drogos lettem, meg sittes. De látod, az a te bajod, hogy mindent negatívan fogsz föl. Ez ebbe a szülés... mi a szép? Elmondom. Ebbe mi a szép? Hát, hogy volt egy jó hétvégén Amsterdamban. De figyelj, ez a szülinapi bulid, mert nyilván már senki nem fog fölközönteni, hiszen nincsenek barátok. Itt már ihattál, szívattál üvet, már el is intéztünk, hogy kihozunk a sitről, és még el is utaztál. Hát mi a hat, és ez mindjárt megfog. Tulajdonképpen, amikor elfújtam azt az egyszáj gyertyát, erre gondoltam. Semmire nem tudod a pozitív oldalát. Na, akkor viszont nézzük a Szalai Ádám történet harmadik fonalát, hogy kerülhetett ki a rendőrségtől az információ, úgyhogy még eljárás sem vont maga után, és már megírta minden valamelyik újság. Minden információ a mentőktől, a rendőrségtől kikerül. Nézd meg!
Nézd meg, hogy milyen elképesztő most szegény kollégánk, például Csúly Imrének a második fia halt meg. Hát állítólag most nem tudom, azt olvastam, hogy előbb a sajtóban előbb jelent meg, mint ahogy ők ezt megtudták. Hát, csak nézzük, tehát, hogy most vasárnap van, ugye csütörtöki a felvételünk, ezt nem tudják a nézők, a mai címlap az egyik bulvárújságnál a bíróságra, akit került, hogy én elváltam hivatalosan, mert valaki kiadta. Ez ma benne volt az újságban? Ez ma benne volt. De olyan nem volt, hogy a baráti körből te sejtetted, vagy kollégák köréből sejtetted, hogy ki lehetett az a... De már nem mindegy. Általában, amikor az informátor rólam nyilatkozik egy bulvárnapnak, abból 10-ből 9-szer gyakorlatilag semmi igazság tartalma nincs. De van olyan, ami totálisan igaz. És te komolyan, tudod, hogy ki? És agyban elkezdem keresni, hogy ki lehetett az. Hát lehet tudom szűkíteni a kört, hogy ki, de nem... De erre egyébként barátságok mehetnek rá. Mit szeretnél enni? Nem. Nem tudja, már nem éri el. Viszont tegyem? De figyelj, borzasztó. Egy múltkor is ezt mondtam neked, hogy olyan tatás vagy, és nem értem miért. Ez a kor. Ez a reuma? A reumás vagy? Hát hozunk egy kacsát is. Ne kelljen kimondni. Milyen bunkók vagytok néha. Robi, nyugodj meg, tényleg nyugodj meg, és vegyél példát a következő témánkról, következő főhősünkből, mert Rózsa Gyuri most árulta el, megjelent egy könyve, és most árulta el, hogy neki volt egy titkos, ám forró együttléte Kylie Minogue-gal. Bár ezt nem mondta így ki. Csak nem mondta ki. Érzékeltette. Hogy úriember is nem mondta. Ő úriember is többet nem akar mondani. Szexeltek vagy nem szexeltek? Ezt fogjuk megbeszélni a reklám után, jövünk vissza. És újra itt egy izgalmas témával és egy félbehagyott kérdés, amit Bea tett fel. Karitai Bea, Áber Anita, Csonka Bandi és Kárász Robi van itt velünk. Bizony, Rózsa Gyuri, ami drága Rózsa Gyurink, könyvet, egy ilyen életrajzi könyvet jelentetett meg. De már volt neki ilyen. Volt neki? Ez aktuális. Ez abban nem volt szex. Abban nem volt szex, hogy volt-e vagy sem, azt döntsük el mi, jó? Én idézném, hogy mit írt Gyuri a könyvben Kylie Minogue-ról és saját magáról. Igen, a főpróba estéjén együtt voltam Kylie-val. Ő kért meg rá, hogy egy kicsit körülnézhessen a számára ismeretlen Budapesten. Napszemüveg, kendő, nem ismerte fel senki az est homályában. A Gyurit vagy a Minót? Séta a várban, esti panoráma a Halászbástyáról, a Gellért-hegyről, séta a Dunaparton, a többiről úriember nem beszél. És akkor én folytatnám. Milyen személy? Aztán a testőre leválasztottam. Beült a taxiba, elment az kontinentem, a gondolom akkor még az volt, vagy nem tudom még most mi van ott a Dunaparton. Hát és milyen személy, csak Halászbástyáról legyalogoltak a Dunapartra. Hát egy csomó idő. Na, de biztos volt egy jó nyugati autója a Gyurinak. A szép öltönye mellett, és ide-oda furikázta. De várjatok, ezt kiderült, hogy ez a főpróba estéjén volt, és nyilván másnap volt a felvétel. És abból most azt szeretném, nem tudjuk, hogy történt-e valami, vagy sem, de... Csak sejtjük. Én arra kérnélek, hogy a felkonfban nézzétek majd Gyuri szemét, hogy van-e benne kék. Tehát, hogy ő ugye túl az estén. Tehát, hogy a férfiakban ez a másnapi büszkeség benne van? Nem, akkor nézzük meg Gyurit. Nézzük meg a szemét, és amit mond, az is fontos, hogy szerintetek megvolt-e előző este. Tessék. Azt mondták, hogy innen hátsó kameraállásból még izgatóbb az ausztrál vendégsztár mozgása. Megvolt. Hölgyeim és uraim, a szexis Kylie Minogue. I had one day in Budapest today, and I must say I've had a fabulous time. You've been most hospitable and welcoming, and here is locomotion. Mennyi pénz volt erre a műsorra, hogy ide tudták hozni? Na jó, és ilyen a locomotion. Na mit láttatok?
Na várjál, de várjál. Én elmondom, mi fejben megvolt este. De ez nem aktuális, mert amit most láttunk, az egy későbbi összefoglaló, az egy sok évvel később készült felvétel. Hát a fehér őzakós az volt az aktuális, amit ott láttunk a Minoggal. Te össze-vissza beszélsz. Nem, ez a mostani, ez a Haldi ebben a korban él, tehát ő tudja. Na várjál, a Top Show-t mindenki ismeri? Neked meg volt a Top Show? Ez a műsor. Te még akkor nem éltél be. A Rózsa Gyuri műsorvezető volt, de általában nem csinált más, mint egy nevet mondott, Kylie Minogue. És mindenki... És mindenki fellépett, akit felengedtek a színpadra. Tehát volt... Köszi szépen, én is voltam benne, jó? Voltál? Igen, jó, tehát Csonka Bandi... De te ne haragudj, miben nem mész el, tehát te nem, nincs ez olyan műsor. Egy belegben voltam, money. Ez egy esztrád műsor volt, volt pantomimes, volt artista, volt bűvész, volt Kylie Minogue, volt Csonka Bandi, tehát ott minden... Hát a szakma krémje. A szakma krémje, így van. És a Gyuri, ha nő jött, adott neki egy rózsát. Tehát nagyjából... Mert Rózsa Gyuri, érted? Én erre most jöttem rá. Hát jó, hát a zsákban macskára, mert macskát adott. Hát az, hogy milyen műsor, de milyen műsora volt. Mindig ott jött a macska. Azt is mondta Gyuri, hogy megperzselt minden férfi stábtagot a vadító kisugárzása, elképesztően erotikus volt a mozgása, tánc közben minden porcikája külön mozgott, szegény. A mosolyától mindenki jókedvre derült. A mondta, Gyurina? Kylie-ról. Kylie-ról. Igen, látod, külön mozgott. Hát most nem lenne büszke már erre a felvételre. Bele, ezt te is meg tudod csinálni. Ezt meg tudod jó, de csinálni. Ez a Gyuri utáni éjszaka. Jó, ha nektek meg lett volna, bocsáss meg egy kérdés, ha nektek meg lett volna, mondjuk neked Jason Statham meg lett volna egy éjszaka, akkor te úri hölgyként nem beszélsz erről, vagy mindenkinek elmondod? De mindenkinek elmondod. Na de egyébként gyerekes, miért várt ennyit a Gyuri ezzel a nagy kérdéssel? De ezzel már haknizott, ez már volt ez a hír. Igen, én is hallottam, de ugyanígy zárt el, hogy Gyuri ember nem beszél. Igen. Hát akkor szerintem én egyébként úgy láttam a Kylie mozgásából, meg a Gyuri szemeiből, hogy megvolt. Megvolt, igen? És, tehát hogy... A Gyuri jó képű volt akkor is. Abszolút. És azért ne felejtsük el, hogy egy elegáns tévés személyiség, egy magyar értelmiségi, és egy viszonylag szakadt ausztrál tini lány, aki éppen felépült a Jason Donovan-nel történt szakításából. Azt mondtad ki a Jason Donovan, nem tudod ki az? De akkor a Gyuri kihasználta ezt? Hát én most megkérném a szerkesztőket, hogy még egyszer adjuk vissza a Gyurinak az arcát, a képét. Jó, csak úgy kimerül. Jó, megkeresik neked. Tehát, hogy... De lehet, hogy az ott a kapcsolatban vannak, hát a Gyuri telefonos. Nézd meg! Őszintén, ki tudna ellenállni ennek az arcnak? Tudom, de a stylist kezét levágnám. Nagyon szép. És azért ne felejtsük el, hogy akkor volt a Locomotion, jött Gyuri, és aztán jött egy törés a karrierjében Kylie-nak. Tehát, hogy nem házasodott soha meg ezt igen, az évet. Igen, nem lehet, hogy ő ezt iszonyat nagy sérelemként hordozta éveken keresztül Kylie Minogue ezt a Gyurival történt viazon. De az egyébként lehet igazság, mert arra nem gondoltak, hogy lehet, hogy Gyuri visszautasította Kylie-t. Tehát ez senkiben nem merül fel. Ez nagyon durva. Hogy Kylie akarta ezt az egészet. Ő és akarta. Mivel ő udvarjas volt, és arra gondolt, hogy tényleg itt van ez a szakadt ausztrál kislány, szakítás után elviszem egy kicsit, megmutatom neki Budapestet, lesz asztal, hiszen Rózsa Gyuri vagyok, azért tudjuk, hogy van ez. Ha bemegyünk valahova, akkor azért van lesz asztal rögtön. De akkor lehet, és az... lehet, hogy ráindult, és a Gyuri azt mondta, hogy nem, mert mégiscsak házi nyúl fellépő vendégem, mi lesz másnap, hogy nézek a szemébe, és azt mondta no. Na de várja! De várja, igazol, mert lehet, hogy ezt megbánta. Megbánt, és azért adott neki rózsát, bocsánat. De várjál, nem alatt a Kylie, amikor azt mondta, csak egy napot töltöttem Budapesten, abban volt egy szomorúság, és azt mondta, az mese szép volt. És akkor eszébe jutott az este, a halászbástya, a nem tudom.
De volt benne egy olyan szomorúság. De azt is lehet, hogy Kylie Minogue azóta a telefonomban van az a Rozsa Gyurit. Rozsa Gyurit telefonos műsorban is jó. Tehát azt... Nézd meg, mit találtunk. Nézd meg, mit találtunk. Ez a, ez a következő post-rózsa korszaka volt a Kárinak, és nem bírta levetkőzni ugye ezt az emléket. Tehát nézd meg, hogy miként fotóztatja magát azóta magányos délutánjain. De én egyébként láttam a Gyurit most valami, ja tudom, a Víg Színházban voltam egy premiéren, ott összefutottam a Gyurival, és most, hogy felevenítjük ezt a 27 évvel ezelőtti történetet, én láttam a tekintetében ezt a szomorúságot, hogy ez csak egy este volt. És ennek a drámája ott van a szemében, még a megjelentőt. Mert ugye a Rózsa Gyuri ugye egy műsorvezető volt, tehát gyakorlatilag ő volt a Master of Ceremony, és ti is mondtátok, hogy házi nyúra nem. De hát mit tudom én, te például hátsó kamera állásból nem nézted Lendvai Ildikó csípőjét, hogy... Tehát, hogy... Olyannyira a fején találtad ezzel a névvel a szöget, fejet? Szöget. Igen. Hogy most szögnek futottam össze, kérlek szépen a pesti oldalon az egyik hajóállomásnál Lendvai Ildikóval. Mert... Ugyanez a sztori? Nem mondod. Ez egy napon volt, mikor a Víg Színházban is voltál. Nem. Mert egy fiúbarátommal elmentünk hajózni, ilyen délutáni... Ez egy nyugdíjas program, a nyugdíjas. Egy újabb információ. Igen. Elmentem a Miki, maradjunk csak annyiba, hogy Miklós a keresztneve. Elmentünk egy órás, de csak egy óra volt. Egy óra. Szóval többiről úriember nem beszél. Minek mentetek egy órára a király? Mi ez? Minek? Minek? Városnéző, minek? Hajóút a Dunán. Hát itt laksz, minek kell neked mert szép idő volt. A programok. És a lényeg az, hogy a Mikivel, amikor leszálltunk a hajóról, akkor mondta, hogy menjünk el, ebédeljünk együtt, vagy késő uzsonna. Ez eddig ugyanaz a sztori kottára. De tényleg? Izgalmas. És várjál, csak Miki van. És mondta, hogy miért nem ülünk fel a robogóra, a motorra. De a Miklós, az lehet Michael? Csak kérdezem, hogy és most jön a fordulat, a fordulat, hogy mondom, nem ülhetünk fel a motorra, Miki. Miért? Miért? Ide lent, hogy Ildikó, de nagyon kíváncsi vagyok. Miért nem? Mondom, azért nem ülünk fel a motorra, mert nézd meg, kiülött a padon, kiolvasott egy könyvet. Azt mondja, az ki? Te hülye, mondom, a Lendvai. És képzeld el, hogy oda mentem a Lendvai Ildikóhoz, és mondtam, hogy kezdj egy csalkalom Ildikó. De miért zavartad meg? Tehát, hogy attól, hogy ő olvasott egy könyvet, te miért érezted azt, hogy nem ülhetsz fel a motorra, és oda kell menned egy ember, ez aki egy halál nyugalomban olvas egy könyvet. Nem tudom, nekem a szüleim ezt így tanították, hogyha fiam találkozol valami ismerő... De ő nem látott téged. De attól én még látom őt. Tehát, hogy de azért, mert te nem szólsz hozzám a városban, mert elfordulsz, mert itt a kárász, attól én még rá de fogok nem, köszönni. Most, bocsáss meg, egy, ne unkozz le, jó 50 vagy, elnézem. De másrészt, látom, hogy ülsz, olvasol egy könyvet, én mondjuk állok ott, konstatálom, hogy olvasol egy könyvet, bele vagy mélyülve, nem fogod mondani, hogy hello Robi, hello, mi van? Hát nyilván nem megyek oda. De én örülnék neki. De hát jó, mert magányos vagy, így. De nem biztos. Na de és mi volt? Eltoltátok a motort, vagy mi van? Nem, csak leültünk és beszéltünk az önkormányzati választások eredményéről, és akkor utána Mikivel aztán elmentünk. De Miki, de már... Miki... Ez milyen sztori volt? Na látod, ez a jó címlap. Már elfelejtettünk. 50 vagyok depressziós. Nagyon beszívtam Amsterdamban. Mikivel egyszerre mentünk el. De legalább a barátodat is oda vitted bemutatni neki? Ami nem. Na, őt az hagytad a bosságot. Na, igen, az bosság. Nem, de nem, én bemutattam volna Mikit az Ildinek, hogy Ildi kezét csalkam, ő Miki Ildi, de úgy láttam a Mikin, hogy ő ezt így nem akarja. Úristen. De tényleg de azért... Rég hallottam ennyire érdekelen történetet. De milyen jól előadtuk. De nagyon jól előadtátok.
Azért még valamibe belegondoltam, hogy a Robi és én azon a vonalon vagyunk, hogy ez megtörtént. És hát nyilván nagyon kínos fehér öltönyben hazamenni hajnal 3:30-kor a feleségéhez, egy olcsó ausztrál parfüm a nyakadban, hogy, mert ez valahol hűtlenség. És Gyuri egyébként nyilatkozott valahol a hűtlenségről is, hát valahol igen. Illetve arról, hogy az ő volt nőivel kapcsolatban hogyan viselkedik. Azt mondja Gyuri, azoktól, akikkel komolyabb kapcsolatom, netán házasságom volt, a szakítást követően teljesen elhatárolódtam. Nem érdekel, kivel vannak, mit csinálnak, vagy hogyan élnek. Ti ezzel hogy vagy? Milyen kedves, milyen aranyos. Hogy benneteket érdekel az, hogy exeitek akár meddig visszamenőleg, a szakítás után kivel vannak, hogy vannak, nézitek-e, érdekel-e, vagy egyáltalán nem foglalkoztat, és ti is lezártok, mint Gyuri. Szerintem egyébként mindenkit valamilyen módon érdekel. Tehát olyan nincs, aki azt mondja, hogy egyáltalán az életéből kitörli azt, akivel esetleg évekig együtt éltem. Miért érdekel? Sőt, ameddig nem találja meg a saját újabb boldogságát, addig meg is viseli szerintem, hogyha lát valakit amellett a másik mellett. Aki? Nem, szerintem nem. Nem. Én voltam a férjemmel, mi elmentünk vacsorázni az én első szerelmemmel, meg az ő párjával, és egyáltalán nem mozgatott meg ott senkit, én jobban voltam. Jó, de baráti viszonyban vagytok, te tartod vele a kapcsolatot, hát, elmentetek. Hát, nagyjából. De téged úgy képzelek be, hogy azért te azért nézegeted visszafele a dolgokat. De hát, ugye? Egyébként jó, akkor tehát, hogy én kémkedek? Hát nem, úgy azért, hogy megvan a véleményed arról, hogy mi van, mi történik utána. Hát véleményem, utánad. Na az van. Az van, de engem egyáltalán nem mozgat meg, sem így, sem úgy, én örülök, annak örülök, ha boldogok. De nem érdeklődsz barátoknál, nem nézed meg a Facebookon, vagy Instán, vagy ne, hogy éppen... Hát amúgy követjük egymást, tehát akaratlanul is látom. Hány exig visszamenőleg? Nem volt soha. Anita, te? Hát én szerintem az mindig attól függ, hogy mi miatt mentetek szét. Tehát nyilván, hogyha én kezdeményeztem az szakítást... De nem is az aktuális, hanem az előtti. De akkor is. Hát nyilván, hogyha valakit elhagynak, és az nem nincs rá felkészülve, akkor az idegesíti, vagy hogyha kapcsolatban vannak. De érdekel, tehát hogy... Szerintem egyébként ez egy emberi kíváncsiság. Tehát igen, de... Amikor, tehát hogy akkor még nem volt Facebook, nem tudtunk nézni, de hogy most meg már, ahhoz már öreg vagyok, vagy nem tudom. Tehát fiatalabban, tehát hogy az életkor függő, és egy fiatal, tehát aki fiatalabb, szerintem az jobban rámegy erre, mint egy idősebb ember. Igen, de életkor függő az is, hogy bölcsebb vagy, és nagyon sokszor, például az én esetem is mutatja, hogy exekkel nagyon jól tudom tartani a kapcsolatot, kijönni velük. Jó, de te is. Furcsa vagy. Nem tudom, én erre büszke vagyok egyébként. Én büszke vagyok arra, hogy néhány, nem az összessel, néhány exemmel a mai napig kimondottan jól viszont. Én például jóban vagyok az én exemnek, azzal a barátnőjével, akivel engem megcsalt, na, és gyerek is született abból a megcsalásból. De nekem is van olyan exem, akivel jóba vagyok, tehát hogy ez tehát a jóba, tehát találkozunk, beszélünk, vagy fölköszöntjük egymást a születésnapunkon, tehát ilyen van. De persze, valamilyen szinten nyomon követjük egymás életét. Oké, de hát ez a normális, mert ugye a Gyuri azt mondja, hogy ő totál lezárja, de nem, abszolút nem, semmit. De nem járunk össze, meg ilyesmi, tehát hogy ez Robi, te? Nekem soha senki nem volt, ugye? Nem akarsz róla beszélni, mert neked ez fáj jó pont, nem ez a mostani elválás. Hát mondjuk... Túl vagy már rajta egyébként? Köszönöm szépen ezt a jó kérdést. Hát miért? Tehát egyszer valaki meg fogja kérdezni. Olyan volt, hogyha mondjuk az utóbbi... Most azért ne felejtsd, hogy az Anita címlapokat gyárt neked. Érzékelem. Ne felejtsd, hogy egy női talkshow-ban. Viszont ilyeneket, hogy túl vagy már ezen? Igen. Persze, egyébként ez a műsor az nagyon durva. Na. Valami rémlik, hogy voltál, de igazából nem sok. De ő csak egyszer vágtak be téged. De... Te csak egyszer voltál, nyugodj meg. Igen. Én azt látom, Robin, hogy nem akar róla beszélni. Ja nem, azért pont egy mondatot akartam, vagy kettőt mondani ezzel kapcsolatban. Valahogy nálam ez úgy alakult, hogy amikor én elváltam, a közösségi, tehát hogyha most a közösségi médiát akarjátok kérdezni, ott például a volt feleségem nem ismerősöm, tehát nem vagyunk egymásnak bejelölve, és egyébként meg a Rózával való kapcsolatom lezárása követően ott sem. Na, te és miért nem? De beszéltek, vagy tudsz róla valamit? Hát... Húha,
Ajaj. Igen, nem, ilyen egyszerű. Nem, yes, nem no, nagyon mint szoktunk besz, de van egy közös kutyánk, meg mit tudom én, meg ugye mi nagyon közel lakunk egymáshoz, tehát óhatatlanul is összefutunk. De ez nem tudja, hogy hova megy haza? Tehát amikor az utcán van. Kisétált, atya. Vagy A7, B7. Nem, jó, akkor erről beszélni. Ja, de... Nem, tehát nem tudom, mert ilyeneket nem kérdezzünk egymástól. Hát csak látod, hogy a kutya merre indul. Hát a... Jó, van, ne szabadj, hogy elmegyünk egy dunai hajó kiránduláson. De akkor szóljunk a Mikinek. Hozd a Mikit! Mikit is elhozza. Meg a rendben Judit volt. Na, egy picit maradjunk még a párkapcsolatoknál, és jaj, a diszkréciónál nem van. Azt hiszem, amerikai pszichológus nő, Samantha Rodman. Ahogy akkor az Ildikó, a Lendva Ildikó, most aztán nem fejeztem be, hogy az unokáit. Volt ebben a sztoriban még több? Ebben elég azt nem volt. Tényleg van ebben a sztoriban még bármi is? Ez egy vonal. Na, hogy beszéljük az unokáiról, oké. Kérdeztem. Ezt majd kivágjátok. Mert ugye van egy adott műsoridő, azon belül elmondasz egy történetet a világ legunalmasabb módján. Tehát ugye az igen. De tényleg, a vezélőben nem akartok... De miattatok nem tudom befejezni, már rég befejeztem volna. Én nem szóltam egy szót sem, mondjam. Mert ugye ti leragadtatok ott, hogy Mikivel mi aznap ott a hajóállomásról együtt mentünk el, de előtte, még mielőtt elmentünk volna, megkérdeztem az Ildikótól azt, hogy Ildikó, miért itt tetszik olvasni? Aztán a paton. Köszönöm szépen. És azt mondta az Ildikó, hogy Robert azért, mert képzelj el, az unokáimat várom, mert viszem őket hajóútra. Ezt a csattanót! Lehet, hogy ugyanazzal a hajóval mentek vissza, mert te jöttél. Amivel mi megjöttünk, mi? Az a hajkapcsolódás. Azzal a hajóval. Én csak azt szeretném neked mondani, hogy érzed a különbséget 50 és 50 között? Hát na. Csak azt mondd meg, hogy amikor idézed Lendvai Ildikóhoz való beszédedet, miért úgy beszélsz, mint a szegény egy ilyen süket öreg asszony, mert így beszélsz, hogy Ildikó, miért tetszik itt olvasni a padon? Mit csinálod? Ti tiszta hülyék vagytok. De így beszélsz, mert... majd mikor magadról beszélsz, már akkor fölveszed a normális hangnemet. Mikor Ildikóhoz szóló dolgot idézel, akkor megint egy ilyen emelt hangon, mint egy ilyen süket öreg asszony lenne. Anita, nincs igazad, miattatok nincs. Mondtam ezt így, mert nem adjátok befejezni a mondatomat. Nem. Még egyszer megismétlem. Még mielőtt a Mikivel elmentem volna. Nem. Ezt már nem. Szóval. Csodálatos, ez tényleg csodálatos. A diszkréció lesz most a témánk. Samantha Rodman, pszichológus, biztos jó. Szerint sok párkapcsolati konfliktus származik abból, hogy mit szabad és mit nem kellene elmondani a párodról a barátoknak. És ezt 5 pontba szedte, ezek nagyon érdekesek, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy az Anita röhög. Mi, hogy vagyunk ezzel. Elővel, hogy amerikai pszichológus van az isteni. Igen. Na, például azt mondja, hogy barátoknak nem meséljük el a szexuális életünk részleteit. Mert ha kibeszéled a párod hibáit, kritizálod a barátokkal a teljesítményét az ágyban, de jókat el lehet mondani? Akkor az bizalomvesztéshez vezethet, amennyiben ezt megtudja a párod. Hogy jókat el lehet, ez a kérdés, jókat elmondod? Hát, mint az állat. Tehát barátoknak, barátnőknek elmondod, hogy a te férjed brutálisan jó az ágyban. El. Igaz? És ez igaz is? Hát különben csöndbe maradnék. Oké. Okay. Ha rossz lenne az ágyban... Pukkadjanak meg, azért mondod, de akkor is, ha nem igaz. Na, tök jó. Ha rossz lenne az ágyban, elmondanád el a barátnőidnek. Hát akkor nem lenne a férjem. Van-e itt valaki olyan kapcsolatban, akivel rossz az ágyban? Nem, rájöttem, hogy erre a kérdésre nem fog választani. Tedd fel még egyszer, áthalt. Hát jó, nem tudom. Én úgy érzem, a Robi akart volna beszélni. Tényleg. Jó, és egyébként azt is mondják, hogy a férfiak és a nők ezt másképp tartják, tehát hogy kipletykálják barátnőknek azt, hogy otthon milyen az ágyban, hogy az inkább a nőkre jellemző. Te például dumálsz erről? Nem. Barátnőkkel? Nem? De az se, hogy jó. Hát de az látszik rajtam. Szerintem, ha az ember rendben van. Bocs, nekem még a Rúzsó Gyuri feje van az agyamban. Vonatkoztat sem!
szerintem az úgy látszik, hogy egy ember rendben van. Igen, 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 de valaki igen. szeret erről beszélni. Te Robi, te szoksz. Én már mindent elmondtam a Mikiről. Úristen, ezt nem akarom tudni. De te beszélsz róla például? Én na, nem részleteiben, de azt igen, hogy baromi jó, vagy vele nem annyira jó. De ezt... a közvetlen barátaidnak? Közvetlen barátaimnak csak, igen. Miért? Meg ebben a műsorban. Én egyébként úgy osztottam volna meg ezt a kérdést, hogy a nők vagy a férfiak inkább olyanok, hogy ezeket a dolgokat kibeszélik. Én nem egyszer töltöttem órákat női társaságban, én szégyeltem magam. Igen, eszméletlen. Annyira durvák, hogy mi azt gondoljuk, hallod, bocsi, mi azt gondoljuk, hogy mi egy pohár vagy egy üveg bar mellett iszonyatosan vulgárisan adjuk elő a részleteket, nem? A csajok sokkal keményebbek, részletesebbek, nem? Büszkén vál, büszkén vál. Tehát a férfiak szerintem nem beszélnek erről. Nem. Tehát, nem. Hogy ők ebből a szempontból diszkrétebbek, mint a nők. Tehát és te hallottál már ilyen szaftos dolgokat barátnőktől? Persze, hogy. Mondjál. És te szereted ezeket hallgatni, vagy úgy érzed, hogy ez nincs közöm? Nézd már meg. Hát figyelj, persze, hát szeretem hallgatni, főleg amikor mondjuk egy ismert férfiről beszélnek, és elmondják, hogy az milyen volt, és azt mondom, hogy hát ne. És akkor tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy igen, azért jó emberismerő vagyok. Mert valahogy én is így gondoltam. Rólam hallottál már valamit? Igen, elég sok minden. És ezt a témát itt lezárjuk. Elég sok exzezzel vagyok jóval. Tehát... Igen, igen. A párod anyagi helyzetéről ne beszélj. Tehát, hogy a barátoknak, barátnőknek nem mondd el, hogy mennyit keres, azt sem mondd el, hogyha volt egy rossz befektetése. Ti erről szoktatok dumálni? Hogy mennyi... Erről is tudok, mi van veled. Igen. Tehát igazából mondhatnám azt, hogy én nagyon jól ismerlek téged. Erről is? Hát persze. Kivel vagy te jóban? Hát. Na mindegy. Szóval, na, erről például, anyagi helyzetről... Nem tudom, én nálam nincsenek ilyen kategóriák, inkább az, hogy egy adott kategórián belül meddig mész el. Tehát, hogy hol a határ annak, hogy az anyagi helyzetről beszélsz, a szexuális kapcsolatotokról, a munkájáról, a célja, nem? Tehát, hogy... De ha nagyon akar, akkor beszéljen a saját ügyeiről, vagy meg, a saját dolgairól. Meg általában azért barátságban, tehát ahol ugye nekem nincs, ugye azt mondtad, hogy nincsenek barátságban. De a Miki van. Ha meg a Lendvai Ildikó. Meg a Lendvai Ildikó megvan, ha ott van még a padon. Elment hajóútra már azóta. Az Ildikót nem azért szólítottam meg, mert a barátom, hanem ugyanúgy, mint ahogy a nem tudom én, a Gréci Zsolt, vagy a Karácsony Gergely, aki ugye főpolgármester lett, ugye ők stúdióban vendégeim vagy riportalanyaim voltak. Tehát, hogyha mondjuk a Karácsony Gergő ült ott volna a padon, és olvasott volna egy valamit... Úristen, tényleg? Akkor őt is megszólítottam volna, hogy mondja a főpolgármester úr, mit tetszik olvasni. De látod, megint, hogy ők ilyen degenerált emberek. Mit tetszik olvasni, főpolgármester úr? De miért? Most mondjátok azt, hogy ha ott ülne mondjuk a Karácsony Gergely előttetek a rakparton, nem kérdeznétek meg biztos, tőle, hogy mit olvas? Biztos, hogy de nem. De mit csinálnál, hogyha mondjuk, ha Kylie Minogue ül a padon, akkor mit csinálsz? Akkor is megmondjuk, Kylie, mit olvasol? De őt már tegezi, már nincs ez a... Jó, de nincs ez a nagyon halló magázás. Na, egy valami még érdekel ebben, hogy bizonyos párkapcsolati problémákról ne dumálj barátoknak, főleg azt, és ez baromi érdekes, hogyha megcsalt a párod. És ebben ugye az az érdekes, hogyha megcsalt a párod, akkor itt a pszichológus szerint az az ő titka. Őt kell védeni azzal, hogy nem mondod el a barátodnak. Itt ebben ki a titok hordozza? Kinek a titka kell, hogy legyen, hogyha barátoknak erről beszélsz? És a párod ha a megcsalt, akkor őt kell védeni? Igen, ez a pszichológiai. De ez mekkora hülyeség, milyen hülyeség? Mert hogy te sem szeretnéd, hogy a legmélyebb hibáidról és fájdalmaidról... De azért nem beszélsz esetlegről, mert szégyelled. Hogy előfordulhat, akkor megcsaltak téged. Nem, amúgy erről nem szoktak beszélni mondjuk nők. Tehát ha megcsalnak? Mert ez egy ilyen arcvesztés, vagy büszkeségi... Csak akkor, ha már tudják, hogy akkor vége van a házasságnak, na akkor a rohadt szemét. De
most be, arról biztos, hogy beszélnek, hogyha valaki úgy érzi. Tehát mondjuk van egy nagyon jó baráti kapcsolat, akkor nyilván, ha én úgy érzem, hogy a párom, vagy a férjem, vagy a szerelmem megcsom. Én nagyon sok nőt ismerek, aki tudom, hogy tudja, és senkinek nem mondja, és tagadja, és ha feljön, akkor ő letagadja, nem, őt biztos nem csalják meg. Uh-huh. És tudom, hogy tudja. Ez, nyilván ez egy túlélés. Ez egy hiúsági, vagy büszkeségi kérdés. Nem tudom, hogy nem. Ja, nem tudom, hogy miért. De ez túlélés. Lehet. De mit éltek ezzel túl, vagy? Most a történeteket a tudapartról. Nem, szerintem, hogyha kimondod, akkor az már valós, és akkor... Tehát az, de hát ez egy hülye taktika. Igen, de én nem tudom. Hát ez hülye taktika, de hát... Én simán... Ha engem megcsolnak, én simán megbeszélem a barátaimmal. Hát pont azért, mert tanácsért fordulok. Engem nem érdekel, hogy gyakorlatilag ők majd szanaszét kültődik a páromról. Egyébként maximálisan egyetettek, az emberi tulajdonság ezt kívánja meg, hogy elmondod, hogy könnyítsa lelkeden, fáj, jó, elmondod. Én is elmondtam nektek a Lendva Ildikóval való találkozásomat. Ami fáj. Ami nagyon-nagyon fáj. Na, nem tudom, ki emlékszik Szász Marcira. Megvan Szász Marci, segítek. Mit tetszik inni, műsorvezető úr? Reuma. Te is odaadhattad volna. Jó, emlékeztek-e Szász Marcira? Egy iskolába persze jártunk. Egy iskolába jártatok, a zseni gyerek, tudjátok. Hát csak ő zseni lett. De nem, mert én egy magániskolába jártam, és akár hiszitek, akár nem, abban a magániskolában csak úgy vették fel a tanulókat, engem is, hogy először IQ-tesztet töltett neki, nyilván korosztálynak megfelelően, és el kell érni egy bizonyos szintet, és csak akkor vettek föl téged abba az iskolába, én jártam abba az iskolába. De beállóla senki nem mondja, hogy buta vagy, hát igen. Nézd meg a vetkőzésből, hova csak jutottál. Ne viccelj már, hát senki nem mondja ezt róla. Ha valaki is helytené, vagy valaki, akkor ezt most eloszlatnám a két egy emberekbe. Nem, ezt nem két egyet. Azóta csináltál ilyen IQ-tesztet még? Vagy azért hadd mondjam meg, hogy Szász Marci 5 évesen 195-ös IQ-val bírt, és egy suliba járt Hargitai Beával. Tehát ilyen téren a Beáról is ez... Tanította nekünk a matekot. Igen. És 6 évvel volt fiatalabb. De hogy aztán mi lett Szász Marcival, és hogy mi? Megbánta azt, hogy őt zseninek tartják. Erről fogom majd beszélni egy pár perc, mert egyáltalán a bélyegekről, amiket kapunk így a pályázatot. Én nem kaptam még bélyeget. Hát te sajnos nem. Kerestünk, és nem volt bélyeg. De nekünk van, jövünk vissza a Szász Marci sztorival és a bélyegekkel a reklám után. Mondtam. Ezt párnát kérsz? Nem. Nézlek, tessék. Nem úgy semmihez, nézz ide, kösz, hello. Párna? Én nekem nem kell párna, nekem miért adtatok párnát? Mert kicsi vagy. Nem vagyok kicsi, te vagy a kicsi. Mert én pici vagyok. Újra itt vagyunk, és folytatjuk a Estek Bocskort Szász Marci történetével. És a Bea elmondta ugye, hogy egy iskolába járt Szász Marcival, a Géniuszba, és aztán te megerősítetted ugye a drága Beát abban, hogy a vetkőzésből egészen idáig el tudott jutni, hogy ez ülni a Bocskorban, hát mennyit kellett ülni a Bocskorban. Ez is egy picit Rózsa Gyuri. Szóval, ha valaki nem emlékezne, egy nagyon rövid emlékeztetőt prezentálnék itt nektek Szász Marciról. Ezt biztos mindenki látta. Igen, Friderik úr. A tanulmány nagy kanállal eszem. A bőröm könnyű és finom joghurtot viszem kis kanállal. Így tovább tart. Sok benne a vitamin, az élő joghurt kultúra pedig csodálatos hatással van a szervezetünkre. De én mégsem ezért szeretem, hanem azért, mert nagyon fincsi. Na, szóval ő volt, gondolom, hogy emlékeztek rá. Szász Marci 5 évesen 195-ös IQ-val rendelkezett, ezért azt hiszem, hogy pont a Friderikus Show-ban lett ő ismert, és innentől az ország zseniének volt ő tartva. Reklámszereplések, meg annyi tévészereplés, és hát ő most annyira nem örül ennek a pályafutásnak, azt mondja, rengeteg kára származott,
ebből az óriási média felhajtásból. És akkor idézném őt, azt mondja, 16 évesen elkezdtem az egyetemet, de abba is hagytam. Részben nem láttam értelmét a továbbtanulásnak, másrészt rengeteg bántást kaptam a tanároktól, az évfolyamtársaktól. Volt például olyan oktatóm, aki hadjáratot hirdetett ellenem azzal a céllal, hogy bebizonyítsa, nem vagyok zseni, hanem egy hülye gyerek. És azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog lehet, hogyha valakinek így ezzel a bélyeggel kell végigélni az életét, és aztán egy olyan helyzetbe kerül, ahol majd be akarják neki bizonyítani, hogy nem az. Most beszéljünk ezekről a bélyegekről, és ne is annyira Szász Marciról, hogy ti el tudjátok-e mondani, vagy egymásról el tudjuk-e mondani, hogy kin milyen bélyeg van? Amit nyilvánvalóan nincs annyi hely a testemen már. Tehát amit újságok, cikkek állandóan és újra írnak, tehát ami az az egy szó, amivel mondjuk bennünket... Hagyjuk, ki nem mond. Igen. Bennünket megbélyegeznek. Mondjuk egymásról, nem tudom, ki kezdi? Hát te én... mondjuk állandóan a nőcsábász vagy. Tehát ez a nőcsábász macsó. Jaj, de tetszik neki. Nem. Erről fogunk beszélni. Tehát nem, te mindig ez vagy. Tehát ha mondjuk már tényleg nagyon öreg leszel, meg már nem lesz fogad, még akkor is ez lesz rajta. Igen. Tehát ez a nőfalú, macsó, és még a fene gyerek, azt kapom mindig, ez a fene gyerek. Igen. Nem tudom. Na, szóval nem tetszik neki, erről majd beszélünk még. A Beánkról? Hanyos karikas? Nem. Tehát, nem tudom, nekem abszolút playmate. Tehát ebből nem tudsz. Meg a Butuska, meg a mit tudom én, ez egy bélyeg rád, a Butuska? Szerintem pont nem gondolják ezt rólad. De, szerintem nagyon sokan. Vagy nem tudom. Vagy ti mit gondoltok? Szerintem a bélyegek, amiket mondjuk így ránk aggatnak, és... Rólam beszélünk most, te ne álltál! De ilyen IQ-val már nem lehetjük téged, már tényleg nem is merek melléd ülni. Igen, mennyi van. De egyébként figyelj, de tényleg azt gondolom, a bélyegek egyébként egy része, amikor a bélyegektől meg akarsz szabadulni, mondjuk a Butuskától, vagy mondjuk ami téged, ezeket a bélyegeket azok erősítik, és azok nem hagyják, hogy lekapart magadról, akik baromira irigyek rád, baromira egyébként szeretnének egy olyan életet élni. De én azokból élek, te engem ne idegelj. Már elrontod itt az imidzsemet. Nem szólok hozzád. Igen, a gangszozód is se szereti, amikor szerethetőnek mondjuk. De tényleg így van. Anita Julcsi nyilván, tehát az... Hát az, igen, az nagyon hosszú évekig. Tehát a Julcsi bélyeg, nem, az... Már, igen. Nem, már nem, már nem, de régebben, nem. De azért régen, volt ez így. A Szomszédok sztárja, nincs is már ez a sorozat. Tehát már hogy lehetnék valaminek a sztárja, aminek 20 éve vége van. Jó, mondjuk én mindennek a sztárja. De most érted, ezek milyen bélyegek? Nem, ez szerintem ilyen, amit te is mondasz. Tehát azért te tettél érte, mert sok párkapcsolatod volt, hogy ezeket a jelzőket ráolgass. Több volt nekem, mint másnak? Szerintem látványosabb, vagy hogy jobban. Igen, tehát ugyanúgy, mint most azért mondom, mert nagyon szeretem őt, mondjuk a Gregor Berni, hogy ugye rá van ez húzva, hogy ő a férfi falu, a nem tudom, és közben meg volt neki 3. Aha. Tehát, hogy csak hogy ezek látvány, érted? Hogy ezek látványosak. Akkor ez a kérdés, hogy a bélyeget megérdemeljük? Tehát mi azért nem, megdolgoztunk? Nem, szerintem nem. Mint ahogy a Majkáros, neked, mindig ez az nincs bélyeg, Robi. Hős. De rajtad, nincs, kerestünk, és nincs bélyeg. Most. 50 voltál, kaptál 5 perc hírnevet. Ugye a Bandi abszolút még mindig a Família Kft. Meg a Ding Dong. Nem, ő nem Família. Csak ennyi? A Hakni király a Ding Dong. Hát mondjuk ez igaz, de ezek nem úgy bélyegek, mint mert te a nőcsábászság, vagy az egy tulajdonság, de ezek meg szerepek. Hát évekig az volt, mint egy indián lennék, farkasokkal táncoló, familiás pici, hát én indián becenevek. Tehát tulajdonképpen teljesen mindegy, de én ezt mondjuk én nem tiltakoztam, tehát ez engem nem zavar, de ezt nem tartom bélyegnek. Én a bélyeget nem feltétlenül rossz, tehát az a kis pecsét, amivel a nevedet általában leírják, és szerintem a Ding Dong az elkerülhetetlen. Én például tehát nem akarok a helyedben, de borzalmasan érezném magam ettől a Ding Dongtól. Bele
erre gondoltam. Mindannyian, akik hallgatjuk, de nagyon figyelj, de ebben neked igazad van, nem, de ez legalább megtörtént. Tehát figyelj, de azt gondolom, hogy az persze zavaró, hogyha mondjuk egy ilyen bélyeg kizárólagosan szerepel rajtad, és semmi más nem akarnak tudni rólad, vagy nem akarnak mással foglalkozni veled kapcsolatban, az persze zavaró. De azt gondolom egyébként, hogy ezt speciál én akartam, és én nagyon boldog vagyok ez az életemben, ez megtörtént. Hogy Anta is mit mond? Nem, csak egyébként ebben igaza van, szóval, hogy ezek inkább ilyen újságírói, ilyen, tehát hogy ilyen szófordulatok, hogy valahogy, szóval, hogy ez a, tehát a fene gyerek, a igen. Nem tudom én, az ország picie, a dubajos beha. Ezt még nem olvastam. Nem, most... Hát minden hát szőke biztos volt olyan, volt igen, a szomszédok sztárja, az ember, aki ott ül valami reggeli műsorban. De hogy ezek szerintem, én egyébként visszakanyarodva erre a 100 marcis dologra, hogy én nem emlékszem, hogy körülötte olyan nagy csinnadratta lett volna. De állandóan jelen volt. De nagyon volt. Nagyon nagy volt. Hogy ő jelen volt így rendesen. Igen, nagyon. Hosszú éveken keresztül, ez a reklám is, ami megszületett, iszonyat sokáig ment, baromira irritálta az embereket, tehát ő tényleg megszenvedhette ezt. Itt a kérdés az, hogy a bélyegeket le akarjuk vetkőzni? Tehát te azt mondtad, hogy baromira nem. Nem. Engem nem érdekel, hogy ki mit, egyáltalán nem érdekel, hogy most ezt gondolják, hogy na, igazuk van, igen, ja, playmate voltam, ha az így akarnak látni, akkor remélem még 60 évesen is így hívnak. Szóval, de ezek bélyegnek van valami alapja, hát végülis a bélyeg az alapján kerül rád, amit csináltál, amit tettél, ami voltál, amit nem tudom, tehát azért... Igen, de ez egy nagyon leegyszerűsített formája a tevékenységednek, persze. Tehát te rengeteg mindent csinálsz, persze. És mégis egy ding-dongot kapsz mindig a pofádba. Figyelj ide, karácsony előtt vagyunk, rengeteg agnia épül erre, nem ettel a megrendelők kedvében. Jó, igazad van, de nincs igaza. Miért színházban is egy szűk réteg jár, ha úgy vesszük? Tehát hiába akar a színészetünket is egy szűk réteg. Igen, lehet mondani, hogy az a kérdés. Az ország lakosának döntő többsége mégis belevágja a ding-dongot a pofámba. De én ezt Bandi, olyan szánalmas nem ilyen emberek, bocsánat, ez ilyen emberek miatt, mint a bocskor. Érted? Mert tulajdonképpen én már rég elfelejtettem volna ezt a ding-dongot. Miért kéne elfelejteni? De te csak azt úgy mondom, mint bélyeg. És most megint miatta, megint beugrik, hogy tényleg te ezt énekelted, ezt a ding-dongot. Mi az, hogy ezt énekelte a mai napig? Ez nem egy múltbéli dolog. Énekli. Igen. Robi, én kérem magamnak, hogy nem tudsz erről az egészről hát semmit. Elmegyünk a Dunai hajókirándulásra, viszek egy CD-t, és elénekelem. Nem tudom. Milyen szép ez, amikor a korban két megőszült ember így összeölelkezik. Figyelj, szólaltok a Mikinek? De várjál! Lengo Ildikó is legyen a parton, azért jó. De ha Rózsa Gyuri ott lesz, biztos, hogy elhozik egy-két jó Kylie Minogue-sága. Nekik kell felszállni hajóra, és hallgassák végig ők is, talán ő. Ne haragudj! Nekem én hányszor hallgattam végig? De ebben az országban nincs ember, aki ennyi végig hallgatta, mint én. És mosolyogtál hozzá mindig. Jó színésznő vagy. Igen. De egyébként most láttam, hogy előhaláztad a Ding Dongnak a nyugdíjas énekesnőjét. Igen. Igen. Így van, találkoztam Geti Kasperssel, csodálatos élmény volt. Ki a hát jó, nem egy Kylie Minogue, de úriember nem mondja. De most ez nem mondja be. Tehát amikor, de én ugye őt nagyon jól ismerem, de tényleg nagyon régi barátok vagyunk a Bandival. Az, hogy engem New Yorkba elcibált egy CD-boltba, és mindenféle ismeretlen ember CD-t, és így Gilbert van. Gilbert O'Sullivan, az nem ismeretlen, jó? Nem tudtam ki, jó. És a mai napig nem tudom, és szerintem a hashtag bocskor nézői sem tudja. De te meg vettél $5 egy írott CD-t, mit de akarsz? A Szólt is, és Destin is, csát, bocsánat, meg az legalább, miért tudják, hogy ki. De mikor én megláttam ezt a bejelentkezést, én biztos voltam, hogy valami nagyon régi, nagyon tupírozott hajú. Valami olyan őskövületet halászott elő, aki neki egy ilyen bálvány, de az rajta kívül senki nem tudja, hogy ki. Nem bálvány, csak egy érdekesség, hogy ő volt az eredet, ő nyerte meg az Eurovíziós Fesztivált ezzel a dal 75-ben. Hát 75-ben, én születtem. De figyelj, de hogy? Tehát, hogy oda menti egy lufi, vagy tényleg, hogy azt hittem, még egyébként az abbás nőre gondoltam, hogy azt megcsípted magad. Na jó, de ez valami.
az igen, valami. Az valami, az nagy dolog lenne. De mikor jött, és akkor leleplezted, és ültem. Győr Rúlveusszal találkoztam, ki? Bocs. Ki? Győr Rúlveusszal. Az Abbásnak. Abbának. Az már volt, csak mert hogy a rúzsa győr. Úriember, nem beszél. Ugye, bocsi, most úgy láttam, hogy mindenki együtt, mindannyian együtt élünk ezekkel a bélyegekkel, ugye nekem nincs, mert ugye, hogy Anita mondta, de... De tényleg, adjunk már rád egy bélyeget, te mi vagy? Hát nem, hát ő a kekec Pali, aki a, ja. Nem szeretik, tudod, mert hogy ja, ő mindig tudom, egy ilyen kekec. Akkor nálad miért nincs ez? Hát én figyelj, én vagyok nyilván a nagypofájú, a nem tudom, a harsány, a vihorászat, rajtam is vannak ilyen bélyegek. De hát ez mindig az. De azt akartam mondani, hogy mi akkor együtt élünk ezekkel a bélyeket, ami nem akarjuk ezeket úgy látszik elengedni, de mi lett a Marcival? Baldi, hát mondjál már valami! Lezárom! Köszönöm! Lezárom! Köszönöm szépen Halditai Beának! Ábel Anitának! Sonka Bandinak! És Kárász Robinak! A többit megbeszéljük adáson kívül, majd kinyomozom neked Szász Marci sorsát. Most pedig Tatár Csilla következik. Ez... Mi egy hét múlva jön, Kisztán!